Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy ma is velünk tartanak. Az elmúlt adásunkban a női orgazmus volt a téma, és ahogy akkor megígértem, ezt mindenképpen szeretnénk folytatni. Ezalatt a két hét alatt, ami között a két adás között eltelt, nagyon sok nézői visszajelzés érkezett, úgyhogy még inkább felbuzdultunk ezen, és meghívtuk a stúdióba, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, dr. Tóth Temese, szexológus orvost. Köszönöm, hogy itt vagy. Az elmúlt adásban levegőben maradt egy csomó kérdés, többek között az időhiány miatt. Üssük le a fel. Úgyhogy most mindenképpen fogok tőled egy csomóját kérdezni, ami akkor a nézőben is kérdés, meg bennem is kérdés maradt. Téged be is mutathattalak volna úgy is, hogy a női orgazmus, nem is női, bocsánat, az orgazmus klinika vezetője vagy. Mesélj egy kicsit erről a klinikáról, ez Budapesten működik. Igen, Budapesten működik a klinikánk. Hát egy bő 3 éve, éppen most zártuk be ezt a klinikát, mert olyan tömeges igények jelentkeztek, amiket szeretnénk megoldani, de az új projektek lekötöttségeink miatt nem tudtak elindulni a mai napig, illetve csak részben mostanában fognak elindulni. Ezért az új rendszerre való átállás miatt a rendelést, magát a magárendelést ezt megszüntettük. Hát körülbelül 200-an várakoztak már nálunk előjegyzésben arra, hogy végre bejussanak. Ez olyan 1,5-2 éves várakozás volt már helyenként, úgyhogy ezt mindenképpen meg kellett oldani. Mivel az igény egyébként is a tömegesebb, ugye annál is, mint ami Magyarországon jelentkezik, és nagyon nagy igény van arra, hogy ne kerüljön sokba, és ne kerüljön sok időbe, és arctalan legyen a dolog. Elég jó volt az, ami eddig működött és bevált, viszont azt, hogy ezeket a további igényeket kielégítsük, ezért mi kitaláltuk azt, hogy ezt hogyan lehessen megcsinálni. Ez az interneten keresztül fog zajlani, így van. Hát levelet folyamatosan, tehát ez a része nem szakadt meg, továbbra is küldhetnek nekünk, tudunk tanácsokat adni, praktikus tanácsokat természetesen, amiket otthon tudnak használni, csinálni. Ezen kívül lesz majd élő chat lehetőség, tehát most közvetlenül majd így tudnak velünk kapcsolódni, ami már egy 4 szem közti dolog lesz. Szintén, illetve élőben lesz. Ez hamarosan be fog indulni, reméljük. És hát lesznek majd olyan szolgáltatások, amik az interneten keresztül zajlanak, és hát az a reményünk, és az a célunk, hogy ugyanolyan erősségű, minőségű, eredményességű szolgáltatást érjünk az interneten keresztül, mint amit élőben folytattuk, de azt már nem fogjuk visszaállítani a jövőben. Jó, nem is állítjátok vissza, de azért egy kicsit mesélj erre, hogy hogyan zajlik egy ilyen kezelés, hogyan zajlott. Igen, hát amit általában érdemes tudni róla, és ott későbbiekben is érdemes használni ezt az információt, hogy férfiak és nők egyaránt és egyforma arányban fordultak hozzánk. Mondhatnánk, hogy mindenkinek orgazmus zavara volt, mert ugye a végkifejlett útjába áll az összes működés zavar, ami előfordulhat, de hát mondjuk nevesítve férfiaknál a korai magömlés, a merevedési zavar, a libidóval kapcsolatos problémák, tehát hogy milyen vágyak vannak és ki iránt vannak ezek a vágyak, vagy egyáltalán van erre partner, aki ezt fogadni tudja. A nőknél lényegében hasonló, de hát ott nem olyan látványosak ezek a változások, amik a szexualitással járnak, tehát nők inkább érzik magukat valahogy, vagy nem érzik azt, amit szeretnének. Így mondjuk, amit általában szoktak tudni, hogy a női orgazmus az alapvetően mondjuk két irányba mehet. Az egyik, hogy lehet a pénisztől, vagyis a hüvelyben lehet orgazmus szerezni, és lehet szintén partnertől, vagy önkielégítésnél is csiklóorgazmust. Általában ez volt a könnyebb, és általában a hüvelyi orgazmusért jöttek a nők, vagy azért, mert náluk is a vágyal voltak problémák. És akkor ti mit csináltatok? Vágynak annyira rá. És akkor mi egy úgynevezett orvosi gyakorlati szexológiát művelünk, ami azt jelenti, hogy mi ott helyben néhány alkalom alatt megoldottuk ezt a problémát. Nem kell túl pikáns dolgokra gondolni azért, tehát mi nem azt csináltuk, amit otthon szoktak csinálni, azt továbbra is otthon folytatták a párok. Nálunk személytréningek mentek, tehát egyszerre egy emberrel foglalkoztunk 4 szem közt, felöltözve, tehát ruhában zajlottak ezek a kezelések vagy terápiák. Általában 6-8 alkalom alatt meg is oldottuk ezeket az eredményeket, heti 2-3 alkalom alatt, ezek a 1 órások, 1 órás időben zajlottak. És mi egy ilyen kezelés, miből állt körülbelül? És a kezelés abból állt, hogy egy néhány alkalom során felkészítettük a vendégeinket arra, hogy bizonyos alapvető változások azok, tehát hogy fogadóképesek legyenek igazán a szexre, és arra, hogy nagyobb léptékben haladhassunk, erre felkészítettük őket. Ez egy kellemes masszázshoz is hasonló kezelésből állt, ahol mindenki fülét, farkát elengedhette, minden szokás, vagy ahogy sikerült neki, tehát nem kellett semmilyen feladatot megoldania,
Nem kellett gyakorlatilag nem kell semmit csinálni, hasonfekve mi eldolgozgattunk rajtuk, számukra ez kellemes volt, először logikusan, esetleg rögtön ennél túlmenően is kellemessé vált ez a dolog, természetesen igyekeztünk ezt is az erotika felé vinni, de hát kinél lesz, hogy épül fel, mire volt szüksége. De akkor ami elvitt az erotika felé? Nem, mi az egészet, tehát mi az egész szervezetnek az aktuális állapotát változtattuk meg, magának az idegrendszernek az állapotát. Ez azt a célt szolgálta, hogy bármilyen ponton is érintkezzünk, bármilyen kismértékben is a reakció az nagy legyen, és minél kellemesebb legyen. Hát ezt sokan ismerik, mondjuk nagyon egyszerű elképzelni, hogy valaki sokat nevet, akkor öncsiklandorsá válik. Ez egy másik, kémiailag is jól magyarázható másik állapota a szervezetnek, amiben máshogy élünk, más az érzékenységünk. Ilyenekre érdemes gondolni, hogy amikor mi egy állapotot váltunk, akkor megváltozik minden. Uh-huh. Nem szükséges valamilyen ponton keresztül behatoljunk, hanem az egészet egységessé tesszük, kellemessé tesszük. Tehát a lelki állapotról is? És természetesen, tehát a lelki hatás is. Nyilván, ahogy az ember él, annak a lelki élete is ezzel együtt jár. És akkor mondjuk ott volt nálad egy páciens, akinek mondjuk merevedési zavara volt, és akkor ő hazament, és akkor kapott feladatot otthon? Otthon egyetlen. Benne valamit? Nem, hát házi feladatot így nem kellett végezni, nyilván szexmentes életet élni nem volt érdemes, mivel hogy nálunk nem szexelt azon a módon, ahogy otthon kellett. Illetve azért is, mert ugyanúgy, mint a sportban, ha az ember egy eredményt fel akar építeni, akkor ugye trenírozza magát. Tehát ha valaki a szexben akar egy eredményt elérni, akkor bizonyos mennyiségű szexet, inkább többet, mint kevesebbet érdemes volt csinálni. Meg azért is, hogy lássa azt, hogy milyen eredményt ér el magában a szexben, úgy, ahogy ő szokta, milyen változást értünk el. Mert nálunk minden egyes alkalommal volt változás, bizonyos módon, amit nyilván át is élhetett, tapasztalhatott és hazavéhette magával, érzésben, élményben, minden módon. Utána viszont otthon egyedül kellett azon a szokásos módon csinálni, ahogy ő szokta. Egyedül is párban is érdemes volt ezt csinálni. Volt, akinek nem is volt párja, tehát mi pártól egyáltalán nem fügtünk, hanem egyedül is el lehetett érni az új eredményt. Nyilván először ugyanúgy zajlott, ahogy szokott, aztán kezdtek jönni a változások, aztán minden megváltozott, ahogy ez kívánatos volt, ahogy ezt tőlünk kívánták ők. Most itt nem akarok nagyon belemenni ebbe, hiszen ez már nem működik, de még annyit kérdeznék így a nőkkel kapcsolatban, hogyha gondolom nő feküdt oda fel az asztalra, akkor ugyanúgy nő masszírozta meg, tehát nem volt ez független attól, hogy most nő vagy férfi masszíroz meg valakit? Hát gyakorlatilag nyilván egy férfi az sokkal erősebb hatást érne el, de első menetben a nők azért nem szeretnek egy idegen férfi keze alá kerülni. Tehát ahhoz azért jobban föl kell építeni a kapcsolatot, hogy egy nő ezt megtegye általában. Tehát ha nem az a célja, hogy hirtelen kapcsolatban legyen valakivel. Hát nyilván hozzánk nem azért jöttek, hogy velünk ismerkedjenek, de ez hozzátartozott ehhez a dologhoz. Egy női kezdés az kellemes a férfinak is, és a nőnek is. Tehát férfi meg nem kaphat egy férfit nyilván, mert aki a nőket szereti, tehát a férfiaknál ez nem jön össze. Két nő az össze tud jönni azért elég messze menően. Tulajdonképpen a nemek közötti különbséget mi nem csak felerősíteni, hanem egy másik oldalról elmosni is tudtuk, tehát nem volt az probléma, hogy mi foglalkozunk egy nővel nőként, de mégis létrehozzuk a két pólust, hogy legyen vonzás, legyen szexualitás ebben, ettől még nem változik meg valakinek az alapszexualitása. Tehát föl lehet erősíteni a nemek közötti különbséget úgy is, hogy valójában látványosan ez a különbség nem létezik, de azon keresztül, ahogy megy a folyamat, ahogy megy az áramlás, hogy honnan, hová megy, hogy melyik mondjuk e szerint fizikailag értelmez, amik elektromosságban plusz és a mínusz pólus, ezt ki lehet alakítani két ember között, két bármilyen nemű vagy bármilyen korú ember között, és akkor olyan hasonló érzés lesz ezzel. És akkor végül is így interneten keresztül elmondják mostantól majd nektek az emberek a problémáikat, és ugyanúgy hasznos tanácsokkal tudjátok őket segíteni? Évek óta több ezer, vagy talán 10 000 levelet is kaptunk már, ahol tudtunk praktikus tanácsot adni, és a visszajelzés is annak megfelelő volt, tehát hogy elértük az eredményt, amit kívántak. Nyilván sok esetben nem elegendő az interneten keresztül tanácskozni, levelezni. Ugye azért tartottuk ezt a magárendelést, mert erre szükség van. Erre majd mód nyílik. Hát egyrészt akkor, amikor élő cseteket bonyolítunk majd, ott nyilván mi is vissza tudunk kérdezni, mert most amilyen tartalom volt egy levélben, mi a tapasztalataink szerint nem kérdeztünk vissza, hanem mi azért láttuk, hogy mi van mögötte, azért sokkal nagyobb volt mögötte, mint amennyit le tudtak írni belőle, általában eleve rövid leveleket vártunk, hiszen túl sokat kapunk, tehát idő kellett a válaszhoz. Az élőben ott nyilván magunk részéről is többet tudunk átadni egyszerre, mert nem csak szavakon keresztül fog menni, meg a mögöttest adjuk mi is át, hanem még látnak is minket, mozgásban látnak minket, tehát sokkal több minden átmegy szemen keresztül is minden, hogy lehet azért ezt még operálni.
És amennyiben majd megcsináljuk a csomagjainkat, amik majd azt a célt szolgálják, hogy kiváltsák a mi személyes jelenlétünket, akkor gyakorlatilag mindent át fogunk tudni adni ugyanúgy, mint régen, amikor a rendelés ment. Bár ez egy kicsit még utopisztikusan hangzik az én számomra is. Nem baj, majd akkor is, majd szerintem fogunk mi értekezni még. Akkor, amikor vége lett a két héttel ezelőtti műsornak, akkor a levegőben maradt több kérdés is. Többek között úgy búcsúztam el a nézőktől, hogy a jelenlevő vendég, a doktor úrral a pénisz hosszabbításról kezdtünk el beszélni, hogy ez műtéti úton kívül máshogy is megoldható. Én akkor ezt nagyon nagy elánnal itt elmondtam a nézőknek, hogy majd én ezt meg fogom tudni, ők sajnos már nem. Hát nekem se árult el a doktor úr, ezt azért elmondom a nézőknek, de... Vannak még titkok, hogy arra kérlek, hogy tudod, akkor leplezd le itt a dolgokat, mert itt nagyon sokan megkérdeztek bennünket, hogy akkor ezt azért nem hagyjuk annyiban. Nem tudom, hogy ő pontosan mire gondolt, de nekünk van szakmai kapcsolatunk évek óta itt Magyarországon a pénisz nyújtókkal, vagy nagyobbítókkal, akik valóban műtét nélkül nem csak a hozt, hanem minden esetben vastagságbeli növekedést is elérnek. Ez fél centitől 2-3 centi is lehet, ez embere válogatja, hogy kinél milyen mértékben lehet nyújtani, illetve a pénisznek van egy bizonyos fajtája, amelyiknél egyáltalán nem javasolják ezt, ott nem tudnak ilyen eredményt elérni, de mondjuk, hogy egy jó esetben ezeket a méreteket tudják ők hozzáadni. Ez egy nagyon, tehát nem egy kellemetlen procedúra, lényegben otthon is végezhető, kb. Egy hónap alatt zajlik le, de hozzájuk is be lehet járni minden egyes napon, és akkor ők megcsinálják ezt. Azt mondják, hogy különösebben nem fájdalmas, én is beszéltem páciensekkel, akik hozzánk is jártak, és ő hozzájuk is. A legnagyobb elégedetlenséget attól a pácienstől kaptam, aki nem pont azt a végeredményt ért el, amit mondtak nekem, egy centivel kevesebbet. Én úgy gondoltam, hogy ez nem felháborító különösebben, mert ez a módszer így is jól teljesített, és szerintem fél egy centi méret növekedés is sokszor nagyon sokat számíthat. Nyilván ez partnerfüggő is, meg attól is függ, hogy valaki mennyire lovalta bele magát valamiben. Nyilván előre a jövőbe senki nem lát, tehát satszolni lehet hát azt, hogy milyen eredmény dolog, érhető el. De hát elért eredményt. Amennyiben ez, nyilván itt most nem mondható el, én tudom a telefonszámot, tehát utána föl lehet a stúdiót hívni, és akkor ott meg lehet adni az adás után ezt a telefonszámot. Mi azért preferáljuk ezt, és állunk mellettünk, mert nyilván nekünk is, tehát jöttek olyan vendégeink, akiknek szükségük volt, erre tudtuk hova küldeni őket, ez egy nagyon jó dolog, üzleti kapcsolatban egyébként nem állunk, tehát én számtalanszor az interneten keresztül is leközöltem önzetlenül, tehát tényleg segítő szándékkal az ő telefonszámukat, tehát mi nem számolunk el egymás felé ezekkel, egyszerűen baráti kapcsolatban vagyunk, nekünk szükségünk van így az ő szolgáltatásukra, szimpatikus volt számomra ez a társaság, aki ezt végzi, hitelesek, mondom, a visszajelzések is tulajdonképpen jók, úgyhogy oda lehet menni. A műtétet én sem ajánlom annyira, nyilván bizonyos esetekben nincs más megoldás, mert voltak olyanok, akiknél mondjuk annyira nem is volt indokolta a nagyobbítás, mégis különböző okok miatt ezt kérték, és lehet, hogy utána egy merevedési zavar lépett föl. Azért a műtéti rizikó az minden műtétnél megvan. Nem gondolod, hogy a férfiaknál ez a pénisznövelősdi, ez körülbelül olyan, mint a nőknél a megnagyobbítom a mellemet? Persze, szituáció. Természetesen tehát, olyan. Tehát, igazából egy olyan nő nem is igényelné, csak a férfiak gondolják azt, hogy ez a férfiasságokat jelenti. Nem mondanám, hogy a nők nem igényelnek, a nők aztán mindent igényelnek, kielégíthetetlenek a nők. Igen. A férfiak azok egyfolytában futnak a nők igényeinek a utolérése után. Valóban vannak esetek, amikor a méret miatt indokolt ez a növelés. És vannak olyan esetek, amik csak pszichésen indokolt. Amik egy 15 centi hosszúságnál nem feltétlenül kellene nagyobbítás, de ha pszichésen annyira indokolt, tehát ha valaki nagyon-nagyon szeretné, hogy neki nagyobb legyen, úgy érzi, hogy ez kicsi. És ebben nagyon-nagyon erősen beleéli magát. Akkor... Nagyot lehet rajta dobni azzal, hogyha ez megtörténik rizikómentesen, és megkapja ezt az eredményt, mert akkor ő ugyanúgy, mint egy nő, hogy innentől kezdi magát igazán férfinak érezni, tehát ez egy inspiratív dolog. Miért ne? Ezt mondják a plasztikai sebészek is, bár az ugye egy komolyabb beavatkozás egy női mellműtét,
hogy az a nő, aki ezt akarja, azt, és végképp akarja, ezt nem szabad róla lebeszélni, uh-huh. meg kell csinálni. Nyilván nem akármi, tehát egy uh-huh. jó plasztikai sebész azért elgondolkodik uh-huh. azon, hogy a kérés konkrétan micsoda, és nem fog egy hatalmas labdát oda begyúrni lehetőleg, de hát azért ott is különböző iskolák uh-huh. vannak, tehát vannak, akik szabad elvűek, és vannak, akik úgy gondolják, hogy a nagyobb ültetvény az nagyobb rizikóval is járt, tehát arról lebeszélik az ember. Itt annyira lejár a műsoridőnk, hogy ez elképesztő, és nekem millió kérdésem lenne. Mi a véleményed arról, hogy a nőknek, sok nő azt mondja, hogy az erogén zónája a lelke? Uh-huh. Hogyha egy nőnek nincs felizgatva a lelke, akkor igazából bármit is csinálhat a férfi. Egyszerűen, sőt, nagyon sok nő bünteti ezzel mondjuk a párját, hogy megbántottál ezért most, hogy megtanuld, hogy többet ért ne tegyél, x ideig megvonom tőled a szexet. Ez mihez vezethet? Igen, hát a lélek egy elég megfoghatatlan dolog, beszéljünk inkább a nő érzékenységéről, tehát a nőnek a nőiességét, az dominálóan az ő érzékenysége határozza meg. Ez testi is, lelki is, sőt, hát szellemi érzékenység is létezik. Tehát a nő az valahol meg kell kapja azt az inspirációt kívülről, hát saját magától úgy beszívja, megkeresi, vagy, uh-huh. vagy konkrétan megkapja, vagy várja valakitől. Azt, hogy ő nőnek érezhesse magát. Amikor ő nőnek érzi magát, ezt nevezhetjük úgy is, hogy szépnek érzi magát, vagy kívánatosnak érzi magát, vagy azt érzi, hogy a férfiak jól reagálnak rá, és ez neki tetszik. Tehát amikor tetszik saját magának, és tetszik a saját élete, akkor az ő lelke megfelelően meg van pátyolva, és akkor ő elég nyitott tud lenni a férfiakra. Ha őt bármilyen atrocitás éri, amit a lelkére vesz, úgymond, uh-huh. tehát nem érzi jól magát a saját bőrében, úgy érzi, hogy nem kellemes számára az élete, és a férfiaktól nem azt kapja, amit ő szeretne, bár ebben vannak elrugaszkodások, ami azért uh-huh. nem reális. De ebben az esetben a nő könnyebben okolja a környezetét és azon belül a férfiakat, mint viszont a férfiak tennének hasonlót. Tehát a nő az jobban függ a férfitől, jobban függ a környezetétől. És inkább lelkisek. A nők azok kicsit túl gondolkodják a dolgokat, pedig nem túl okosak hozzá, ez inkább a férfiak dolga. A nők dolga az érzékenykedés, de hát ezzel nincs is baj, érezzik magukat, ahogy érzik, ez így normális. Uh-huh. Jól meg rosszul, mikor mihez van okuk, de ha nem hagyják, hogy a férfiak ezt hozzáférjenek, hanem onnantól a gondolataik veszik át a parancsnokságot, és ők megpróbálják megerőszakolni a környezetüket, saját magukat, akkor általában ez nem szokott ahhoz a célhoz vezetni, amit ők szeretnének. Például megakadályozzák a férfit, hogy örömet okozzanak neki, mert ők ezzel akarnak például bosszút állni, hogy neki ne legyen ebben öröme, ha már valami örömtelenséget okozott viszont, akkor ezzel könnyen elérhetik azt, hogy a férfi szexualitása megcsappan, vagy megcsökken, vagy megrokkan egy kicsit, és akkor utána, amikor már szeretne teljesíteni, akkor se fog úgy menni, és akkor meg az lesz a baj. De ez egy gyakori előfordulásnak a következménye? Tehát, hogy többször oda megy az úriember a hölgyhöz, és többször kap visszautasítást, ez vezet odáig, hogy mondjuk akár egyszer is lehet olyan visszautasítást kapni egy férfinak, az ő férfiasságának, hogy hirtelen nem áll föl onnantól kezdve, és megismétlődnek ezek az esetek, amitől be lehet pánikolni, és az nem fog jót tenni nyilván a továbbiakban sem. Tehát nekem voltak olyan pácienseim, vagy vendégeim, akik beszámoltak egy olyan esetről, amikor leszólták a teljesítményüket, vagy az, hogy miért így csinálják a dolgokat, ugye hát az uh-huh. nő aztán uh-huh. nagyon tudja, hogy neki mi kell, látjuk. Uh-huh. És akkor ezt nem pont úgy csinálta, utána megkapta magáét eléggé élesen, és a következő alkalommal már nem ment, és utána mással sem ment, és ez uh-huh. annyira élesen elkülön a többitől, hogy nyugodtan lehet mondani, hogy ennek az egy eseménynek a következtében történt. De nagyon sokszor van az, hogy a nőnek annyi dolga van, és úgy érzi, hogy neki egyszerűen nincs arra ideje, hogy most eljár hirtelen a férje, és ő éppen valahova megy, és csinálja a dolgát, hogy most neki pont ott, pont abban a pillanatban úgy érezze, hogy ő szeretne szexuálisan közeledni a párjához, viszont a férfi abszolút kész rá, szerintem a férfiak nagy része majdnem mindig kész rá, és a nőnek meg dolga van, csinálná, és több hölgytől is hallottam már, hogy ő is beosztja a férjét valahova, hogy beosztja uh-huh. a párját, hogy majd erre is jut sor, de erre nem tudok már koncentrálni. Ez igen. gátja lehet annak, hogy a nők kevesebb orgazmust élnek át?
Most itt nem vagyok akkor is, persze, hogy nem gyakran vannak együtt, akkor egyértelmű. Igen, a nők manapság ugye nem abban a szerepben leledzenek, hogy kiszolgálói a férfiaknak, vagy a családi életnek, vagy kifejezetten azzal kell mindig foglalkozni, hogy magukat cicamázzák, hogy mindig kívánatosak legyenek, és csak várják, hogy mikor jön meg háborúból a lovak, hogy végre magáévá tegye őket. Ez ma nem így van, a nők önálló munkát végeznek, önálló projekteket, persze végzik a női oldalt is. Ugyanígy a férfiak is kicsit belelógnak abba az oldalba, ami régen nem számított férfi dolognak. Ezért a nőnél is és a férfinél is előfordul az, hogy túlságosan le van kötve, nincsen szabad kötőhely, tehát egyszerűen nem lehet hozzá kapcsolódni emberi módon, csak a munkán keresztül, csak bizonyos tevékenységeken keresztül, amit éppen visz. Tehát csak úgy hozzányúlni, azt úgy nem, csak úgy céltalanul, hogy nem illik bele éppen abba a projektbe, amit visz, ezt nem engedi meg a nő, vagy a férfi sem. A férfinél ez úgy zajlik, hogy a férfinek nem áll föl, tehát ugye nem is lehet vele mit kezdeni, tehát elő kell készíteni a terepet, mondjuk hozzá, tehát hosszabb idő kell. Az a helyzet, hogy a nőnél bármikor van erre lehetőség, tehát a nő azt maga eldöntheti, hogy most hagyja magát, vagy nem, és megengedi a férfinak, hogy benne fölépítse ezt, vagy nem. Ha a férfi sok nemet kap, akkor a férfinek az eleve rossz, a nőnek sem jó, hogyha ő sok nemet mond, vagy ő nemet kap. Ezt viszonylag kevesebb nő kapja arányában, idő arányában is, mint férfi, hiszen a férfiak szoktak általában kezdeményezni, és a nők a kedvezményezettjei ugye a folyamatnak. Viszont a férfiak szokták épp ezért mindig, ugye, aki a kezdőlépést teszi, az kapja a kritikát. Tehát rengeteg kritikát, rengeteg nemet kapnak. Ha egy férfinek a szervezete hozzászokik ahhoz, hogy ő mindig beindul, mert jól érzi magát, és akkor a férfi csak úgy spontán minden külső körülmény nélkül is érzi, hogy érzi a férfiasságát, tehát az elindul magától. Ha erre még rásegít a környezet is, akkor nyilván még inkább ez egy segítség hozzá, és akkor természetes módon benne elindul az, hogy ezt végig kéne vinni, ezt a dolgot. Benne elindult a folyamat. Ha nincs partner, és nagyon sokszor ez megismétlődik, hogy nincs partner, akkor ugye soha nem megy végig, tehát valameddig tartja magát, és aztán ugye ott befejezetlenül szétoszlik ez az egész dolog. És akkor előfordulhat az, hogy aktus közben körülbelül annyi ideig tartja magát, ameddig szokt, és utána nem tartja magát. Pedig ott van a mechanikai ingel, és ott van a lehetőség, ott van az akarat, hogy menjen, és minden lehetőség, de a szervezet már nem csinálja végig. Most itt már annyira műsoridőnk végén vagyunk, hogy nagyon. Szokás szerint. Igen. Az is érdekelne többek között bennünket, sok-sok nézőt, és többek között engem is, hogy tehát nagyon sok nő panaszkodik arra, hogy azért nem ér át orgazmust, mert, mit tudom, a szülések következtében, vagy ő soha nem szült, de mondjuk hüvei problémái vannak. Csak szoros hüvellyel érhető el női orgazmus. Mondjuk most itt nem az önkiegészítésre gondolok, meg nem is a segédeszközökre. Hát elsősorban nem a hüvely miatt nem érhető el sok esetben az orgazmus, hanem úgy összességében nem jön létre az az állapot, ami az orgazmushoz kell, vagy megközelíti azt. Persze a hüvelynek vannak különböző betegségei, tehát lehetnek gombás vagy bakteriális fertőzések, ami szintén kellemetlen és nem kívánatos ilyenkor a szex, és nem jár kellemes élménnyel egy behatolás, sőt ellenkezőleg lehet fájdalmas. Lehet mondjuk, olyan is, hogy a nő nem lazítja el az izmait, tehát ő valamit akar csinálni, vagy éppen valamilyen kellemetlenség miatt védekezésben van, és akkor a behatolás, különösen, hogyha nagyobb erejű, akkor azonnal izomgörcseket hozhat létre az alhasban, és akkor onnantól kezdve nem is nagyon lehet folytatni esetleg az aktust. Vagy egyszerűen, tehát olyan mértékű ellazulás nincsen, hogy a lökés hullámok végig menjenek a testen, ami igazából azt létrehozná, ami kell. A tág hüvelyjel is el lehet érni azért orgazmus, tehát hogyha megvan az az állapot, akkor szinte alig kell hozzányúlni egy nőhöz, akkor azonnal elsülhet a dolog. Illetve a hüvelynek hát bizonyos oldalaihoz lehet érintkezni a pénisszel, bizonyos pózokban, tehát valamelyik oldalhoz mindenképpen hozzáfekszik, illetve a hüvely mélyében szintén, tehát ha végigér egy pénisz, ugye sok esetben ez sincs meg, de ha végigér, akkor annak a területnek a pénisszel való ingerlése szintén kiválthat orgazmus. Tehát több érzékenyebb terület is van a hüvelyen belül, de az igazi, tehát a legjobb az, hogyha... Hogyha ezt a testi oldalról nézik, hogyha bárhol hozzáérnek a nőhöz, szinte alig érnek hozzá, és már úgy érzi, hogy a csúcson van, illetve hogyha az egész hüvely, tehát bármilyen része
érzékeny, ugyanolyan érzékenyé tud válni. Tehát ha maga a test érzékeny, akkor a hüvely minden része is érzékeny. Nyilván akkor is van különbség, de hát bizonyos területe is, ez egyénileg egy kicsit változó, hogy ez hol található. Egyénileg is érezhető az, de csak ebben az izgalmi állapotban, hogy bizonyos területeken erősebb az ingerlés, a reakció. Tehát a maga a behatolás a szervezetbe, ami fizikailag nem történik meg, mert csak a felületig történik, ugye idegrendszeren keresztül tovább megy egészen eddig, és azokon a területeken keresztül ez sokkal erősebb. Maguk az erogén zónák egyébként a test számos területén megtalálhatóak, tehát így orgazmust, orgazmust akár csókon, akár mellent keresztül is lehet. Itt a tudatban valahol benne, fantáziában benne kell lenni, hogy mi az, ami a nő számára izgató. Van, akinek izgató, megfogják a mellét, van, akinek nem izgató. Hát sajnos lejárt a műsoridőnk. Tényleg nagyon sajnálom, megígérem a nézőknek, hogy ezt a témát még valamikor fogjuk folytatni. Rólad is mindenképpen fognak hallani, én ezt garantálom. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, remélem tudtunk segíteni. A viszontlátásra.